Sziasztok, szép napot mindenkinek, üdvözlünk titeket, eljöttünk nektek ismét egy videóval, nem egy olyan nagy márkától hoztunk ma két darab cipőt, mint eddig, tehát nem Converse, nem Reebok, ma a Firetrap-el fogunk foglalkozni. A Firetrap-et itt Magyarországon a Sport Direct nevezetű üzletbe lehet megvenni, vagy a sportdirect.com oldalról tudjátok rendelni. A Firetrap-ről, mint márkáról elmondok egy pár fontosabb információt. 1993-ban vagy 1991-ben alapították, ez egy brit, angol, ugye ruhagyártó cég, cipőket, ruhákat, kiegészítőket gyártanak. Ez a cég először World Design and Trade néven futott, majd ezt követően lett Firetrap. Az évek során ugye összeszedték magukat annyira, hogy egyre jobban tudtak fejlődni, így kerültek a Sport Directhez, jelenleg ő forgalmazza ezeket a termékeket, sok minden más mellett, mint például a Zeverlest és társai. Na nézzük, mi van itt nálunk a mai nap. Két darab cipő lesz itt nálunk, ez a Dr. Domello típus. Lehet valaki ismeri ezt, vagy már van ilyen a birtokába. A dobozról nagyjából annyit tudunk elmondani, hogy ez is egy egyszerűbb doboz. Az alján ugye és a tetején van egy Firetrap felirat. Ez a Firetrap felirat itt egy dombornyomott mintázat. Nézzük, melyikkel foglalkozzunk először. Legyen ez, nem tudjuk melyik van benne. Lássuk. Elsőként egy fekete színű Dr. Domello típusú Firetrap cipő van itt nálunk. Ugye amit külsőre így rögtön látunk, aki ezért ugye nagyobb márkák terén is tájékozott, ugye úgy néz ki, hogy egy kicsit olyan Dolce & Gabbana stílusú típusú cipőre hajaz az így első ránézésre, ami amúgy nem is baj. Hogyha így jó szemügyre veszük, akkor látjuk, hogy az orra, illetve a sarka ilyen lakszerű anyaggal van bevonva, valamint az oldalán ilyen steppelt, vászonszerű, hát nem vászon, ilyen orkánszerű anyag van bevarva, valamint itt az oldalán, ugye, ami a Dolce & Gabbana szokása is, egy nagyobb logó van, és ebben a logóban ugye a Firetrap felirat és egyéb információ látható, ez egy ilyen felcsavarozott fém kis lap, ami fel van varva az anyagra. Amúgy így szemre azt tűnik fel, ugye, hogy ez is egy elég jó kialakítású cipő, tehát ha a talpát is nézzük, akkor igen jó formája van, kívülről is, oldalról is. Itt nem túl szűk ezen a részen. Itt, ahol látjátok a cipőfűző átfűzési pontjainál, ugye ott is a márka név szerepel ennek a típusnak a fém kis keretein. A nyelve az egy ilyen puhább anyag, hát nem tudom, hogy szivacsszerű-e, amit arról lehet tudni, hogy ugye ezen is rajta van a márka logó, viszont azt már így viselésből el tudjuk mondani, hogy ez a nyelv nem annyira vastag, tehát hogyha valaki szereti jól meghúzni a cipőfűzőt, ami amúgy egy elég erős anyag, akkor az biztos, hogy észre fogja venni, hogy a lábfejét szoríthatja, mert nem olyan nagyon vastag ez a nyelvkiképzés, ez a nyelvrész, és ezért szoros lehet, elszoríthatja a vérkeringést, hogyha nagyon meghúzzuk. Amúgy felvéve igen jól mutat. A talpát nézzük, hát a talpa az egy elég egyszerű, van benne némi mintázat, viszont elég simának mondanám, tehát nem biztos, hogy ha az ember mondjuk bemegy egy nagy hipermarketbe, ahol járólapozva van, ott nem fog csúszni, ugyanis elég kemény, amúgy járás közben enyhe kopogást hallat ez a cipő, pontosan ezért a keménység miatt, de amúgy hát hajlani hajlik, némileg, de annyira nem engedi, hogy ugye meghajoljon a cipő. Itt van benne szintén egy márka logó, egy külön beágyazás műanyagból. Úgyhogy a talpáról röviden ennyit. Ugye arra nagyon vigyázni kell, ami itt is látszik így, ahogy én látom fényben, nem biztos így a kamerában látszani fog, hogy bár még dobozolt a cipő, de azért gondolom itt a szállítás, nézegetés, egyéb dobozolás közben már egy-két helyen megsérült ez a kis lakrétek. Persze nem annyira feltűnő, de nyilván ennél a cipőnél vigyázni kell arra, mondjuk vezetés közben le ne rúgjuk az orrát, mert az elég látványos lesz. A belső része az, ugye ennek a cipőnek piros a belseje, a nyelvében benne vannak a méretezések, ez egy 41 és feles, elvileg ugye egy címke lóg rajta, ami márkanév jegyes, valamint a talpában az anyagösszetétel és a márkanév jegy van beleírva. Hát ez nem memória habszivacsos, de amúgy nem is baj,
tehát ezt elegánsabb ruházathoz is fel lehet venni. Nézzük a kettőt együtt. Ugye a nagyobb márkának a V-jegyére hajazó kis oldalsó bevarrás, és ez a cipő külsején található csak meg, tehát belül ugyanúgy nincs rajta. Amúgy ez a steppelt rész, amúgy ez elég nívós. Tehát tudom ajánlani, esetleg öltönyhöz, amit formával és egy inggel párosítunk. Nézzük a másik típust. Ez is egy nagyon hasonló, ahogy én látom. Ez egy kék. Hát így a kettőt egymás mellé téve, az én ízlésem szerint nekem a kék jobban tetszik. Ez egy sokkal egyszerűbb típus, ez a fekete. Nyilván nekem a kék jobban tetszik, egy kicsit több a cipő, ugye. A talpa az fehér, ami így elsőre feltűnik, valamint ez a kék szín egy picit jobban visszaadja ezzel a lakszerű anyaggal, és ezzel a steppelt bevarrással jobban visszaadja magának a cipőnek a formáját, kinézetét, illetve jobban képviseli magát a stílust. Ami itt látszik, ugye ennek a sarkán itt jobban látjuk, van egy ilyen kis Fire Trap védjegy beleöntve a talprészben, ennek is elég kemény a talpa, ugye, mint mondtam, kopogós, ugyanúgy ez is azért annyira nem hajlik, tehát nyilván hajlani hajlik, de nem úgy, mint mondjuk, amit egy sportcipőtől megszokunk, mondjuk egy Reeboktól, mert nem is olyan típusú. Ennek a nyelvében egy ilyen márka védjegy van, felvarva. Ugyanúgy láthatóak a Fire Trap, ugye a kis fémkarikákban, ami az átfűzési pontokon van, ugyanúgy az oldalán rajta van a kis márka logó. Nézzük a belsejét, hát a belseje az ugyanolyan, ez egy 41-es, nem egy feles, ugye ez csak 7-es méretezés szerint. A talpában ugyanúgy benne a méret és a márka logó. Ennek talán, mintha egy picikét, ez a szivacsos talpbetét valószínűleg más típus, ennek egy picit puhább, annak sokkal keményebb volt, ennek egy nagyon minimális, tehát így újra megnyomva érezhető, hogy talán felvéve nem lesz olyan nagyon merev, mármint erős, ugye, hogyha esetleg járni kell benne huzamosabb ideig, de amúgy egy igen jó állású cipő, mondom, csak ajánlani tudom azoknak, akik szeretnek öltönyt, ingel és formára párosítani, ugye elegánsan is, de egy picit lazábban közlekedni a mindennapokba, azoknak ez kiváló cipő, főleg ilyen esősebb, nyálkásabb időkben, könnyen tisztítható, valami nem látszik meg rajta, ugye, hogyha ki kell szállni valahol, az autóból elmenni egyik pontból a másikba, egyik irodából a másikba, akkor nem fog feltűnni rajta, hogy összekoszoljuk, vagy idézőjelben esetleg víz vagy sár éri, mert egyetlen egy húzással, egy papírzsebkendővel ez letisztítható. Így néz ki a két pár egymás mellett. Ugye formára erős, ennyit tudok elmondani, tehát ez is azért formai, ügyileg oda van figyelve, ki van alakítva, hogy a viseléséről annyit tudok elmondani, hogy amúgy kényelmes, viszont tényleg az, hogyha nagyon meghúzzuk a cipőfűzőt, tehát az, hogy a cipő megfelelően rögzítve legyen a lábunkra, akkor azt észrevetjük, hogy ez a nyelvrész, ez nem nagyon vastag, és ezáltal szoríthatja a lábfejet. Nézzük még a feketével meg egymás mellett. Kinek melyik, ugye? Én nekem a kék jobban tetszik, ránézésre is. Ugye így egymás mellett azért, ezen szerintem jobban látszik, hogy van kivarva ugye a cipő, tehát jobban visszaadja a formát, viszont a fekete nyilván elegánsabb, több mindenhez párosítható, mivel egy alapszínről beszélünk. Ezen is rajta van amúgy ez a V1-es kis cetli. Körülbelül ennyit szerettünk volna nektek elmondani a Fire Trap cipőkről. Dr. Domello típus. Ezt a videó végére még egyszer megjegyzem, tehát nekünk ez bejött viselésben is, valamint párosításban is, ruházatokhoz. Elég egyszerű vele, úgy mondjam, ügyeskedni. Körülbelül ennyit tudtunk elmondani. Köszönjük, hogy megnéztetek minket ma is. Sziasztok!